Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Fodor Gábor, a liberálisok elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a nézőket! Korán reggel fölkelt és bejött hozzánk. A legfrissebb jelentések szerint 250 magyar párt indul a választásokon. Mi erről a véleménye? Hát szép szám. Én is fogtam a fejem, amikor ezt hallottam, de hát egyúttal hozzá is tenném, hogy hát hozzá kell szoknunk, hogy ez egy természetes dolog. Egy demokráciában nyilván mindenki, aki azt gondolja, hogy el kell indulni a választásokon, párt színekbe elindulhat, alapíthat pártot. Szerintem a végső pillanatban, amikor kiderül, hogy mennyien fognak elindulni ebből, ott sokkal kisebb lesz a szám. De hát 250-szer 600 millió forint az nem kevés. Miből fogja ezt az állam kifizetni? Nem fog ennyit kifizetni az állam, hiszen eleve bizonyos küszöböket meg kell ugrani ahhoz, hogy elinduljon egy párt. Kell megfelelő számú jelölttel rendelkezni az országban, kell megfelelő számú támogatóval rendelkezni, a jelöltjeik el tudjanak indulni, ha van, és ráadásul az országban területileg is kellően eloszolva megvannak jelöltek, tehát nem csak egy helyen kell sok jelöltek lenni, hanem az országot lefedve, akkor utána jön az, hogy kockáztatja azt, hogyha bizonyos százalékot nem ér el, akkor vissza kell fizetni a támogatások egy részét, tehát ez egy bonyolult rendszer, úgyhogy szerintem sokkal kisebb lesz a szám. Liberálisak fogják tudni, eleget fognak tudni tenni ezeknek a küszöböknek? Teljesíteni fognak ezt? Természetesen. Tehát mi már 106 képviselőjük? Hát hogy ne, ha kell, akkor lesz. Azért mondom, hogy ha kell, mert ugye egyenlőre a dolgok abba az irányba mutatnak, most már jó ideje, hogy három párt szövetkezik egymással, a Szocialista Párt, a Párbeszéd és a Liberális Párt, a Változás Szövetségének nevezzük ezt, ugye beszéltünk itt a heti tévében is erről, de máshol is. A következő kérdés, alá van már írva ez a szerződés? Nem, nincsen. Tehát ezért is fogalmazok én is ilyen óvatosan e tekintetben, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk. Molnár Gyulával, Karácsony Gergellyel elnöki deklarációt tettünk már az elköteleződésünk mellett, a közös indulás, közös miniszterelnök jelölt mellett, de nincs még aláírva. De látja, hogy mi történt Bokros úrral is. Hogyne? Hát ezért mondom, hogy természetesen ezért nekünk A és B forgatókönyvvel is kell rendelkezni. Tehát a B forgatókönyvben megvan a 106 képviselőjelöltjük. Meg lesz, ha kell. Így van. És a küszöböt is meg fogják tudni ugrani. Természetesen. Hát mi erre már felkészültünk korábban, tehát országosan nagy mennyiségű képviselőjelöltünk. És lehetheti a megállapodás aláírását? Elnézést, hogyha így felgyorsítom egy kicsit, de minden perc drága, minden perc aranyat ér ilyenkor. Természetesen így van. Ilyenkor reggel így van. Szóval a helyzet az, hogy ami késlelteti, az, hogy hát sok mindenkinek tisztázni kell bizonyos dolgokat belül. Majd egy példát mondjak, a Szocialista Pártnak pár hónappal ezelőtt a miniszterelnök jelöltjét Botka Lászlónak hívták. 9 hónapig vizet daráltak magával is, hogyha 9 hónapig vizet fognak darálni, akkor túl leszünk a választásokon. Nem, szerintem az egy nagyszerű dolog, hogy végre van három párt, amelyik szövetségbe gondolkodik, ugyanis a választóink, az ellenzéki szavazók egyértelműen azt akarják, hogy az ellenzéki pártok között, hangsúlyoznám, a demokrata ellenzéki pártok között, tehát ebben nem sorolom be a Jobbikot, tehát a Jobbik nélküli ellenzéknek együtt kell működni egymástól, ez a választói parancs. Ennek három párt végre eleget tesz, a többiek pedig magukra vessenek. Ezeken a megbeszéléseken egyenrangú felekként tárgyal ez a három párt? Hát nagyjából egyenrangú felekként, de hát nézze, van köztünk azért különbség. Hát nyilván a Szocialista Párt a legnagyobb és legjelentősebb párt, azért más a helyzete mondjuk a Párbeszédnek meg a Liberális Pártnak egy ilyen együttműködésben. Hát az nem biztos, hisz, ahogy nézem, mások el vannak foglalva a választásokkal, addig, amíg a Liberális Párt képviselői társadalmi problémákkal foglalkoznak. Hát ez a helyes. Tehát én ezt támogatom is a magam részéről, mert szerintem a választásokkal el kell, hogy legyünk foglalva magunk között. De a választókat azért nem ezek a technikai részletek izgatják. Hát igazság szerint az izgatja őket, hogy mi van az oktatási rendszerrel, ahogy a liberálisok aktívan most hétvégén is ott voltak az oktatással kapcsolatos demonstráción, ahol követeltünk egy jobb, hatékonyabb oktatási rendszert, ami ráadásul demokratikusabb is. Vagy például egyéb más társadalmi problémákkal. Ott voltunk ugye a nyugdíjas kerekasztalon, és most nem olyan régen, de számtalan más ügy van, amit mi felszoktunk karolni, és aktívak vagyunk benne, hogy megint egy utolsó példát mondjak, amivel most az elmúlt időszakban sokat foglalkoztunk, ez a külföldön dolgozó és élő magyarok szavazati joga. Az is egy olyan ügy, amivel a liberálisok aktívak. Azt én értem, hogy nagyon aktívak, de mit kerestek például a Vajdaságban?
Hát a Vajdaságban is ott kell lennünk, már csak azért is, mert ugye a határon túli magyarokkal kapcsolatban van elképzelésünk, volt koncepciónk, amit megvitattunk a vajdaságiakkal, és érdekelt a véleménye a határon túli magyar szervezeteknek, ezért ezt mi kezdeményeztük, vagy mi voltunk az egyik kezdeményezője pontosabban ennek a folyamatnak, és nagyon örülünk annak, hogy sokan az ellenzéki pártok közül részt vettek ezen a megbeszélésen. A Vajdaságon kívül a történelmi Magyarország területén még hova mentek el? Kapcsolatban vagyunk sokakkal, tehát a felvidéki magyarokkal, az erdélyi magyarokkal, kifejezetten jó a kapcsolatunk, tehát a kárpátaljai magyarokkal kevésbé élő, oda is van kapcsolatunk, de olyan intenzív, mint az előbb felsorolt két másik területen, és hát persze a Vajdaságot is ide sorolnám, mindenhol van kapcsolat. Mégis valahol nem értenek egyet a választási rendszerrel, hisz a ők előnyben, a kormány előnyben részesíti, illetve a választási rendszer előnyben részesíti a határainkon túlélő magyar állampolgárokat, nem beleértve azokkal szemben, akik határon kívül dolgoznak. Így van, hát mi itt ezt vitatjuk. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy el kell fogadni. Nem később vitatni ezt most, hol voltak nem. 4 évig? Nem később. Mi folyamatosan ezt napirenden tartottuk, ezt a kérdést megjegyzem. Hát számtalan javaslatunk volt. Hányszor tárgyalt ezt a parlament? Hát az, hogy a parlament hányszor tárgyalja, az attól függ, hogy a Fidesz hányszor akarja, mert a Fidesz bármit meg tud akadályozni, hogy napirendre vegye a parlament. De nagyon sok kezdeményezésünk volt ebben az ügyben, nekünk is, és más ellenzéki pártoknak is hozzátenném, de nekünk különösen, ha már ugye erről beszélünk. És azt gondoljuk, hogy ha a határon túli magyarokkal kedvezően bánik a törvény, és ezt el kell fogadni, ez már megtörtént, ez rendben is van, komoly érvek szólnak mellette. Amellett nem lehet érvet felsorakoztatni, hogy egyébként akkor a magyar polgárok, azok a magyar állampolgárok, akik külföldön dolgoznak, sokat tesznek a hazájukért és a családjukért, ők meg hátrányba szenvednek. Kapnak-e valami biztosítékot az MSZP-től, illetve a Párbeszédtől, hogy a választások után nem fognak egyezkedni a Jobbikkal? Hát ugye önök többször, Sermer Ádám itt és Bőszanett is többször kijelentettek, egyszer már ön is kijelentette, hogy Jobbikkal nincs mit csinálniuk. Hát nézze, én hiszek a pártvezetőknek természetesen, és ezen túlmenően ugye tudjuk jól... Azok is politikusok. Igen, de a politikában tudjuk jól, hogy abszolút biztosítékok nincsenek. Szerintem az, hogy mondjuk Molnár Gyula kijelentette még korábban, hónapokkal ezelőtt, hogy Hon Gyula pártjának nincs semmi keresnivalója a Jobbikkal való egyeztetésekben, ez szerintem egy bátor és helyes dolog volt. Karácsony Gergely is elég világosan kifejtette ezzel kapcsolatban a véleményét, a liberális párt meg mindig sziklaszilárd volt, ez ügyben mi mindig azt mondtuk, hogy a Jobbikkal le kell ülni, szembe más ellenzéki pártokkal, bojkott és egyéb kérdésekben, le kell ülni, vitatkozni kell velük, hogy a választó számára legyen világos, hogy miért nem helyes az az álláspont, amit a szélsőjobb képvisel, de politikai szövetséget nem lehet velük kötni. Tehát kulturáltan, civilizáltan kell viselkedni, a demokratikus értékekkel élni kell, meg kell mutatni a vitában, hogy nekünk mi az álláspontunk, de politikai szövetséget nem lehet kötni. Az előbb már próbáltam feltenni egy kérdést, hogy lesz-e közös lista. Mondta, hogy mindenre készülnek, de ha lesz közös lista, ha nem túl korán, és nem akarja elpénecolni, hol lesznek ezen a listán a liberálisok? Hát én remélem, hogy olyan helyen, ami a liberális párt számára megfelelő, és azt gondolom, hogy a liberális pártnak a politikai aktivitását tükrözi, nagyon remélem, és azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert olyasmiről beszélünk, ami nincs. Ugye, ami egyelőre még nincs, ez később az idők folyamán fog megszületni, hiszen ne felejtjük el, hogy amikor bejelentettük ennek a három pártnak az együttműködését, azt is hozzátettük, hogy ez az együttműködés még nyitott mások irányába, tehát le kell zárulni ennek a folyamatnak, és akkor tudunk ilyenekről beszélni, hogy lista, egyéni indulás. Sokan attól félnek, hogy az MSZP előbb-utóbb a Párbeszédet lenyeli, bekebelezi, hasonlót jósolnak a liberálisoknak is. Hát nézze, én nem féltem magunkat, tehát kell szerintem okosan, értelmesen együttműködni, különösen a liberális párt tekintetében, hiszen mások nevében ne beszéljek, különösen azért sem féltem magunkat, hiszen mi jó kiegészítői tudunk egymásnak lenni. Mi nem vagyunk baloldali párt, nem vagyunk jobboldali sem, mi liberálisok vagyunk. Ahogy az Európai Parlamentben is külön ülnek a szocialisták, külön a néppártiak és külön a liberálisok, Magyarországon is ez a helyzet. Tehát nekünk, minket nem fenyeget ez a veszély, mi más értékrendünk van, mint a szocialistáknak sok tekintetben. Mi egymást tudjuk jól kiegészíteni, ha értelmesen együttműködünk, és szerintem ezt a szocialisták is tudják. És hogyha párhuzamot szeretnék vonni önök között és a DK között,
hisz ők baloldali liberálisnak tekintik magukat. Tehát van egy csomó hasonlóság. A DK egyetlen. Még a gondolatvilágukban is. Hát ezen olyan sok vitatkozni való nincsen, mert a DK egy baloldali párt, egy MSZP-ből kiszakadt párt, ott ülnek az európai szocialisták között az az egy képviselőjük, aki van, vagy kettő, nem is tudom mennyi van a DK-nak. Szóval a képviselőik, akkor maradjunk ebben, így van, a képviselőik ott ülnek a szocialistáknál, tehát ők nyíltan vállalták, hogy ők baloldali párt, ez rendben is van. Az, hogy minden pártban vannak liberálisabbak és liberális eszmét képviselők, ez természetes dolog, hiszen a liberalizmus egy annyira sikeres politikai eszme volt az elmúlt 100 évben, hogy a szocialisták között is vannak, a konzervatívok között is vannak liberálisak, vagy inkább liberálisnak tekinthetők, még a zöldek között is vannak inkább liberálisnak tekinthetők. Ez nekünk büszkeség, de attól még liberális párt Magyarországon csak egy van, ez evidens. A régi fideszesek között is vannak, akik valaha liberálisan gondolkodtak. Hogyne, természetesen. Hát ugye felszoktuk sorolni, akik részben még ott vannak a politikai frontvonalban, vagy már visszahúzódtak, Navracsis Tibortól kezdve Pokorni Zoltánon át. Sokak azt szoktak mondani, hogy a Fidesz liberális vonalát, úgynevezett liberális vonalát képviselik. Ez vagy akár az alelnökük, akik az SZDSZ alapítója volt Csepelet. Hát nyilván sok mindenki előfordulhat liberálisként, hát nem hiszem, hogy Németh Szilárdra egyébként mostanában azt szokták mondani, hogy liberális, de az biztos, hogy egykoron az SZDSZ tagja volt, erre én is emlékszem, de hát semmi gond ezzel, szerintem ez semmi problémát nem jelent. 12. perce beszélgetünk, még senkire rosszat nem mondott. Milyen politikus maga? Igen, szerintem a politikában van erre igény, tehát nem csak arra van igény, hogy az emberek folyamatosan gyalázzák egymást, és a másikat próbálják minél rosszabb színbe feltüntetni. Szerintem a közönség egy részének arra is van igény, hogy próbáljanak meg civilizáltan vitatkozni egymással. Már majdnem olyan, mint Ungár Péter, aki azt mondja, hogy nem másokról, hanem saját magukról beszél. Az a legjobb, ha saját magunkról beszélünk, de kell másokról és is. És akkor most beszéljük az LMP-ről. De kell másokról Igen. is, de azt szerintem lehet kulturáltan csinálni. Tehát anélkül, hogy az ember gyalázná a másikat. Mi az oka annak, hogy az LMP és önök között nincs semmi? De van, hogy ne lenne. Kifejezetten jó viszonyban vagyunk. Hát személyesen az előbb említett Ungár Péterrel is, de Szél Bernadette és másokkal is, én jó viszonyban vagyok. De választási együttműködés egyenlő a nullával. Nincs, de mi szívesebben, vagy hogyan szívesen kooperáltunk volna bizonyos kérdésekben az LMP-vel komolyabban is, de tudomásul vettük össze, hogy az LMP egy önálló utat akar járni, és ez így van, rendjén szerintem csinálják. Ez az LMP-nek az a baja, hogy ön ma már elmúlt 25 éves? Hát nem hinném, hogy ez lenne a baja, hiszen... Ja, az a Momentumnak a baja magában. Azt nem tudom, mindenkinek nyilván a maga problémája megvan. Úgy, ahogy ön mondta, mi vagyunk csak azok, akik ilyen nyitottak vagyunk sok mindenkire, és igyekszünk mindenkinek a jó oldalát látni, és nem a rossz oldalát. Szomorúnak látom egyébként, hogy frissen indult politikai erők is azonnal belekerülnek ebbe a mókuskerékbe, és folyamatosan a negatív dolgokról beszélnek. Ez helytelen szerintem, de mindenki döntse el maga, hogy mit akar csinálni. Az LMP-hez visszakanyodott, azért nem szabad elfelejteni, hogy van köztünk azért egy politikai ideológiai választóvonal is, az, hogy a radikális zöld gondolkodás, aminek vannak hívei az LMP-n belül, és a liberális gondolkodás között elképzelhető átfedés, ahogy mondtam, hiszen az európai zöldek között is vannak liberálisak, de azért ne felejtsük el, hogy ez a típusú zöld gondolkodás egy központi beavatkozó, atyáskodó államot feltételez, tehát az állam kontrollál és szabályoz sok mindent, a liberálisok pedig azt mondják, hogy igen, az államnak ott kell lenni, védelmet kell adni, jól szervezetnek kell lenni, de nem kell fölöslegesen beavatkozni olyan ügyekbe, amelyeket természetes módon az emberek, illetve a piac el tud intézni. Legyünk egy pillanatra utópisták, mert szerintem ez egy utópia. Ennyit, amennyit egy műsorvezető is megengedhet magának. Mondjuk azt, hogy a demokratikus ellenzék győz a választásokon. Hány napig lenne képes ez a demokratikus ellenzék kormányozni? Hát szerintem abszolút képes kormányozni, tehát ettől nem kell megijedni. Tehát az, hogy mondjuk káoszt látunk jelen pillanatban az ellenzéki oldalon, az nem jelenti azt, hogy ne lenne kormányképes. Nem káoszt, én anarchiát látok. Hát nézze, ez egy nehéz folyamat, amivel egy csomó dolognak tisztázódni kell, de ez egy más szituáció, amikor kormányozni kell. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy olyankor felnőnek az emberek a feladathoz, mert a feladat nagysága, jelentősége méltóvá teszi őket. A választók tisztában vannak ezzel, vagy inkább nem mennek el, vagy a Fideszre szavaznak? Hát a választók tisztában vannak szerintem ezzel, és én mindenkit szeretnék is biztatni, hogy menjen el, és természetesen a demokrata ellenzéki oldalra szavazzon, és azért akarom ezt mondani, mert szerintem az illiberális állam, amit a Fidesz épít,
az veszélyes Magyarország számára, nem jó nekünk. És nagyon nem mindegy, hogy mi lesz az eredmény. Győzni kell, vagy ha nem tudunk győzni, akkor is meg kell akadályozni, hogy kétharmada legyen a Fidesznek. Azért, mert még hogyha a Fidesz csupa legkiválóbb emberből áll, és legkiválóbb eszméket képviselni, akkor is veszély mindenkinek, a legnagyszerűbb politikai közösségnek is, a korlátlan hatalom, az mindig mindenhol veszély. Ezért kell korlátokat állítani elé. Ez a dolgunk. Ezért kell az ellenzékre szavazni, szerintem. Kedves nézőim, az elmúlt percekben, az elmúlt negyed órában Fodor Gábort, a liberálisok, dr. Fodor Gábort, a liberálisok elnökét látták és hallották. Visszavárjuk, úgy, mint kollégáit, és buzdítsanak csak mindenkit arra, hogy menjen el szavazni, aztán mindenki a fülke magányába dönts el, hogy kit is szeretne. Köszönöm szépen. És győzzék meg a választókat, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha elmennek, meg próbálják elhitetni a választókkal, hogy még kormányozni is képesek, mert szerintem azt kevesebben hiszik. Mi az biztos, hogy igyekezni fogunk, és nagyon köszönöm, hogy ezt a kiegészítést hozzátette itt a búcsú szavakhoz, már csak azért is, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen a választási részvétel. Tehát azt szerintem látni kell nekünk, főleg akik ellenzéki, beállítottságú, gondolkodású emberek vagyunk, hogy a magas részvétel az mindig az elszánt szavazóbázisnak a részvételét jelenti, a kevésbé elszántak nem mennek el. Magyarul értelmetlenül és durván befolyásolni lehet az eredményt azoknak, akik szinte ilyen szektaszerű blokkban ott lesznek a választásokon. Ezért kell nekünk is, akik inkább a szabadság és a demokrácia hívei vagyunk, nem azt mondani, hogy itt káosz, veszekedés, nem tudjuk eldönteni, de hogy nem, el kell dönteni, el kell menni, szavazni kell. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.